mezőgecsei lekvárfőző fesztiválin már 10. jubileum alkalommal kerül megrendezésre, és én ukrán közösségben dolgozom, és ukrán barátaim vannak, akik megkérdezték tőlem a napokban is, hogy én hol fogom tölteni ezeket a kimenő napokat, ünnepnapokat. Ukrajnában most ünnepeljük az ország függetlenségének 28. évfordulóját, és mondtam, hogy többek között itt Gecsében is leszek, és amikor a falu nevét kimondtam, amelyik egyébként egy kis magyar falucska, egy Beregszász járásban, amit nem nagyon ismernek még itt Kárpátalján se sokan, főleg az ukránok közül, akkor rögtön mondták, aha, Gecse, tehát Hentes. Gecse, tehát Lekvár. Ami azt jelenti, hogy azonosítják a települést két fontos fesztivállal, amelyek itt kerülnek lebonyolításra, ez adja meg a hírét a településnek. Valóban itt Gecsében nagyon sokat dolgoznak a hagyományőrzés területén, hiszen a Hentes Fesztivál is arról szól, hogy a hagyományok szerint vágják le és dolgozzák fel a sertéseket. Ez a fesztivál pedig arról szól, hogy a hagyomány szerint, ami a 19. századra nyúlik vissza egészen, mit és hogyan készítenek el szilvából, milyen ételeket, milyen italokat, és ez itt a helyszínen történik, legalábbis az ételek elkészítése, az italoké az nem, de hoznak belőle ide kóstolónak, és az ételekből is mindenféléből az lehetőség van ezeket megízlelni. Nagyon finomak, és nem csak megízlelni, hanem fogyasztani is belőle, sőt vásárolni, sokan vásárolnak, és így akik ezt készítik, számukra lehetőség, hogy értékesítsék, eladják, és így a megélhetésükhöz, boldogulásukhoz hozzájáruljanak ezzel a fesztivállal is, illetve akik itt vásárolnak, azok pedig örömhöz jutnak majd a fogyasztás közben az itt vásárolt ételeknek és italoknak. Nagyon sokan jönnek turisták ide, és ők is szívesen jönnek a fesztiválra, mert jó híre van, mert jól érzik itt magukat, és valóban feltöltődnek úgy étellel, itallal, mint jókedvel, és még energiákkal is, ami fontos a számukra, mindannyiunk számára. Tehát maga a fesztivál is, az ilyen fesztiválok fontosak ebből a szempontból is. Másik, hogy a turizmus fejlesztése nagyon fontos Kárpátalja számára is, hiszen ez a stratégiai tervünk, csak a turizmus fejlesztésével tudjuk a vidéket felfejleszteni, és azt kell, hogy legyen a turizmus a húzóágazata minden más gazdasági ágazatnak a vidéken. A turizmus szempontjából pedig ezek a fesztiválok ilyenkor a tavasz végé és főleg a nyári ősszeli időszakban rendkívül fontosak, hiszen nagyon látogatottak a fesztiválokat, több százezren látogatják összességében, népszerűek, és hírét viszik az itteni közösségnek. A gasztronómiája pedig Kárpátaljának kiváló, hiszen a világ egyik legjobb magyar konyhája mellett itt még jelen van a helyi konyha is, a hucul, az ukrán, a ruszin, és sorolhatnám a román, szlovák, mindenféle konyha, és ennek az ötvözete úgy együtt egy valóban kiváló gasztronómiát ad. Tehát mi el tudjuk bűvölni az ide látogatott vendégeket, turistákat azokkal a finomságokkal, különlegességekkel, amelyeket készítenek az itt lévők, ami számukra fontos, nyilvánvalóan, hiszen a turista azért is jön többek között, hogy jókat egyen és igyon, különleges dolgokat, az itt élők számára pedig a megélhetéshez biztosít plusz forrásokat és lehetőségeket, úgyhogy ezért is fontos. Plusz hát az ilyen fesztiválok előkészülete során, meg maga a lebonyolítás során is kis közösségek, kis csapatok formálódnak, összedolgoznak, barátságok kötődnek, együttműködés erősödik, a közösség erősödik, aminek szintén fontos szerepe van a közösség megmaradása és az identitás tudat megerősítése, illetve a számunkra a nemzeti rész megmaradása szempontjából is. Úgyhogy sorolhatnám még, hogy mennyi pozitívummal jár. Üdvözöljük ezeket a fesztiválokat, korábban falunapokat rendeztek a településeken, most már egyre inkább a fesztiválok jönnek sorba, és mindenki specializálódik, mint ahogy Gecse a Hentes Fesztiválra, tehát a böllérversenyre és erre a lekvárfőző versenyre, úgy más települések is valamire kitalálják, feltalálják önmagukat, ami nem csak úgy jön a levegőből, hogy na, akkor van egy jó ötletem, akkor csináljuk meg, hanem mindig valami történelmi gyökerekből ered, tehát hogy annak az a közösség, az a település, az ott élő emberek, mi az, ami jellemző rá, amivel foglalkoznak, ami olyan lehet, amivel ők különlegesek, amivel ők kitűnnek mindenki másból, és akkor azt próbálják továbbvinni, így megőrizve a múltat, megőrizve a hagyományokat, továbbvíve azt, ami fontos, és ugyanakkor lehetőséget biztosítva mind a turizmus fejlesztésére, mind a közösség fejlesztésére, a község fejlesztésére, és az együttélés örömeinek megélésére, meg mindannak az örömnek a megélésére, ami egy ilyen fesztivál járt.